Üdv! Isten hozott az episode 4, 4-es epizódba. 4-es? Tudom, hogy jutalom volt egy látszik. Jó. Isten hozott mindenkit a 4.-3. epizódban. Némi volt az sok, amiket szeretnék elmondani, és egy pár részletes, lassú felvételes. Jelzem, hogy egy Nokia-val mit lehet elérni, ugye? Nem tudom, láttátok ezt? És azt? És azt? Hát mindig úgy. A szitu az, hogy leteszteltük ezeket a gépeket. Minden oké. De a Trax nem akar együttműködni. Éppen ezért te majd felvizelésre fog szorulni. Van nekem egy ilyen. Áj, nem nagyon látszik. Az egy olyan rendszer, amivel rá lehet tenni a mozdonyokat, a vonatokat, és ő a kerekeket megtakarítsa. Van egy kicsi progressz, egy fejlődés. Ugye nekem onnan indul a vonat a pályam. Itt alul, ami lejön, az ilyen marshalling yard, ilyen tároló dugott hely. És akkor itt jön az állomásom, ami megy pontosabban hét felé. És körbe megy. Felé ez egy ritka volt, valakitől kaptam, vettem át a lagútba. Mivel, hogy ugye volt, beszéltem a visszafordító kanyarról, amikor a pólusok megváltoznak, amit ugye nem akartam én. Éppen ezért fogok menni tovább, ott ki, ilyen. És itt folytatódik tovább. Hát ugye még ilyen work in progress jellegű. Igen, elkezdtem balasztozni ezt a részt. Azzal a pohárral, amit utólag látmutattam. Daig jöttem tovább, ugye a logout portált kell felszerelni. És kint. Na, így van. Itt a portál, ami így fog jönni. Csak most nincs, hogy megálljon csak úgy. Igen, még nem ragasztottam be. Tehát így ilyen a balasztozott pálya. Idáig már itt már kifogytam. No de, ugye itt ezt megcsináltam körbe. Kicsit jobb fénnyel. Sajnos a ledek miatt ilyen homály így üzél. Amit és akkor ez lenne a cél, ezt elérni. Mondjuk, hogy egy kicsit tisztíthatná, köszönöm szépen. Ezek Peko váltók, angol váltó, ugye ez kitér balra, az meg jobbra. És ezek a váltókat én csináltam, ezeket. De még ugye be kell ragasszam ezeket a tofak talajra, de a balaszt, ragasztóanyagát fogom használni. Ragadjuk, mert ennél tovább nem akarunk ti lenni. Akarok. Hát igen, ez lenne a terv, hogy ezt az ívet mosolyom, még dolgokat. Én akarok egy ilyen vezélő tornyot. Az a légy már a második szó játssza ki az életit.
de elfogynak is. És ugye itt lenne további tart, de itt nem tűnik ahol, hogy ennek vége legyen, hanem itt tovább lesznek dolgok. Working progress, ugye hol annyi keretem, hogy sajnálom, hogy csak így lehessen fejlődni maximálisan. Akkor eddig egy konténerrel való anyagot megvettem. Beszéljünk egyet kicsit a nyomtávokról, és milyen valóságot próbál az ember követni, mikor vasútmodellezésre adja az eszit. Tehát itt vannak a nyomtávok és a megnevezésük. Az E a legkisebb. Nem tudom mennyire látszik, ez 6,5 mm. Open source oldalon vagyunk, úgyhogy nem sért semmit. De itt találtam egy, konkrétan Google-ba beírtam, hogy nyomtávok, és persze angolul. És akkor beszéljünk egy pár dologról itten. Az érdekes, hogy ez brit eredet. Na, csak, hogy kapnék-e még egy olyanot, ami más nyomtávról is beszél. Például a TT-ről is. Z. Pont. Nem akarja. De vannak referenciák. Szóval, hogy itt ugye én így keresek. Azt mondja, hogy Model Railway Guides, és Modeling Scale Standard, ugye meg, ó, ez az Wikipedia, ez tényleg open source. Tehát így néznek ki a nyomtávok. A hosszúságok, amerikai, japán, orosz nyomtávok, és 1,8 a live steam, tehát ez milliméterekről beszélnek, és az ők szabványukról. De mégis se a legokésebb. Nos, már ott egészen van itt részletesebb kép. Ó, van, jó. Igen. Tehát, így néz ki, hogy nekünk van a méterünk, a centi és a hüvelyk, az inch, hogy mondják, ugye. A legelső az a T, az 1,43 brit és francia szabvány, ami 480 mm. Jó mondom? Igen. Na most, akkor van a T, és T. Tehát 1,40. O gauge-nek is nevezik, mind O, ezek ugye. És kezdjük el, ott van az N. Tehát az N az 16 mm, nem jó. Ja. Tehát ezek a szabványok. Hát én konkrétan nem akarok annál tovább többet okoskodni erről, csak azt akarom elmondani, hogy milyen nyomtávval dolgoztam én itt. Tehát van az 1 per 120, az 12 mm. Jó? És jelenleg átnyargoltam az 1,87-re, ami 16 mm-es a nyomtáv. Tehát ez részletében ez a legjobb. Nyomtáv. A második az, hogy mennyire kövesse az egész a realitást. Mit akarsz megvalósítani, milyen éjszakot, mit tudom én, például nagyon jó
példa ez a kép, hogy aki csak azt ott az R6, tehát azt ott az 1910 évektől a 70-es évekig még a gőzmozdonyok voltak és ilyen régebbi vagonok, azt ott a Gold, tehát a Gold R6 akarja követni. Vagy van, aki pont a legmodernebb világot. Ezek az R-ak úgy van 1-től egészen 6-ig vagy 7-ig. Na most a lényeg az, hogy sokan, én se követek konkrétan egy ultramodern R-at, hanem nagyjából azt, amit találok és ami nekem tetszik. Tehát én nem próbálok egy reális vasútot lekövetni, lemásolni, hanem én magam világgal próbálom el elképzelni. Persze inspirálódok én is a valóságból, úgy, ahogy akárki más. Viszont én tehát nem mondom, hogy mindenki csinálja így. És itt ismételten felhívom figyelmet, hogy én nem próbálok tanítani senkit, hanem itt azt mutatom be, hogy mit, hogyan csináltam. Úgyhogy, mert most már ha azt nézzük, ha valaki meg akar ijeszteni valakit, akkor meg tudja. Nézzetek csak ide. Ez így, ami van. Igen, megijesztett? Tényleg ezt akarod csinálni? Meggondoltad? Nézzünk arra. A fény. Problémát akar. Nézzünk csak oda. Mit szóltok? Tényleg ezt akarod csinálni? Úgyhogy... Azt hogy csináltuk? Hogy csináltam? Tehát ez a kérdés. Másik az... A Rocco Multimouse-ról egy pár szót. Ne próbál meg egyszerűen 6 mozdonyt egyszerűen rárakni. Egyből kiírta, hogy overload. Tehát olyan álló felvételik van a gépeknek, csak álló pozícióban is egy hú. És a vagonoknak szintén. Na de, Multimouse-ról nem foglalkozok tovább. Folytatom a DigiKeys rendszert, és a következőkben majd a hozzávaló boostereket fogom megvenni. Hát a booster az azt kell mondjam, hogy hát nem, de 2, de 5 méterenként fognak kelleni. Tehát így, hogy innentől odáig mennyire nézik, legalább kell 3 booster. Mi a booster? Booster az az áramot stabilizálja, hogy mindig 16 volt legyen. Jött az érdekes, ott fel voltak rakva a mozdonyok, mértünk ott 16 voltot. Hát szűkön 16-ot. Hát értünk ide, itt volt 6 volt. Kimentem kívül, és ott 0,3 volt. És persze egyből kiírt egy overload, tehát és fel is forrósodott rendesen. Igen. Ha modell vasútot akarsz építeni, akkor bízd egy szakira, vagy legalább arra, akinek van egy némi ismerete ez az egész dologról. Nagyon szép dolgot össze lehet állítani, az biztos. És le is kér rá, hát ugye mondom, hogy nekem úgy lenne, ha én egyszerűen egy konténerre rendelnék dolgot, ha annyi pénzem lenne. De mivel nincs, ahogy összejön, az szerint az ember készít, csinál dolgokat. Hát, na se hiszitek, hogy milyen nehéz nekem számomra, hogy meséljek olyan dolgokról, ami esetleg is ilyen komplikáltnak tűnnek, de megtartom magamat, hogy túlzottan nem meséljek sok minden. Szerszámokról is majd fogok részletesen beszélni, mi micsoda, például ez track, az évágó, sínvágó, egy normális szike, akkor vannak különböző fogók, megint egy méteres, ahol egy cent is, ami különböző dolgokat tud, ami értékes. Hát én ennyit akartam mondani, és akkor tartsatok el a következő epizódba is, igazán meg kell gondolni, miről fogjak beszélni. Na, jót!